dolgot kérnék, hogy mindenki, aki itt elő van, kicsit menjen hátrébb, és mindenki egy picit hátrébb, mert akik itt oldalra jönnek, nem férnek el, és nem tudnak bejönni. Tehát egy mindenki egy picit hátrébb. Nyugi, nem lesz guggoltatás, meg ilyenek, tehát hogy még ez nem a performance része. De még egy olyat kérnék, hogy aki hozott táblát, az emelje fel, mert hajfotózzák le a fotósok. Mert tök jön a sok angry fejes smiley, rohadt jó. És közben mindenki egy picit még menjen hátrébb, tényleg, mert néztek oldalt, nagyon sokan jönnek, és azt akarjuk, hogy ők is elférjenek. Mindenkinek helyet szólítunk a demokráciában. Mert ugye ne terheljük túl itt a színpad elejét, szóval tényleg mindenki el fog férni, és ez tök jó, hogy ilyen sokan vagyunk. Ha önmagában, hogy ezt be kell mondani, ez már tök szuper. És hamarosan kezdjük. Mi megvárunk azért pár embert, akik késnek. Nem lesz beírva senkinek. Itt nincs igazolatlan óra. Szorgalomjegy. Magatartásjegy. És nem kérünk az ellenőrzőtöket sem. Sziasztok! Az van, hogy egy kicsit csöpög az eső, és Magyarországon ez néha fontos politikai tényező, de kérdezem én tőletek, a diákokat eltántorítja egy kis eső! Most már...
Nem állíthat minket, még a technika sem! Sziasztok! Gyönyörű látni ezt a tömeget, egészen fantasztikus ezt a tömeget itt látni! Tényleg elképesztő, leborulok a nemzet nagysága előtt! Akik a mai iskola rendszerében tanulnak! Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy a diákok mellett vannak itt mellettünk szülők, tanárok és egy csomó szimpatizás! Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok! Igen. Közben itt a szervezőkre nézek, az élőadás elindult-e? Szuper! Vagy az is lesz? Na! Első felszólalónk, aki ezt az egészet elindította, az a diák, aki a közösségi médiában, miután egy csomó tanuló teljesen spontán elkezdte ki... problémáinknak nem is tudjuk a pontos forrásait, és ha nem is tudjuk fejből szóról-szóra felmondani az új nemzeti alaptantervet, hát kit érdekel, amikor az oktatási rendszer szorongó, döntésképtelen és megalapozatlan gondolkodású felnőtteket nevel belőlünk? Miért ne nyilváníthatnánk ki a véleményünket? Miért ne, hogyha ennyien érezzük az oktatás tüneti problémáit? Miért? Függetlenül van véleményünk, és lehet ráépíteni. Mi még fiatalok vagyunk. Nem felejtettünk el gondolkozni. Lehet, hogy a tudást belénk töltik, és nem azt kérik számon, amit gondolunk, hanem azt, amit gondolnunk kell, amit bemagoltunk, de ennek ellenére ennyi idő után sem tudták kiölni belőlünk a gyermeki ént. Apagyilkossal, hogy elítélik 12 évi szabadságvesztésre és szigorított kényszermunkára. Az iskolában a gyermeki lélek minden erénye. A bajkosság, a vidámság, az elevenség bűn. A gyermeki lélek tudásra való szomját magolással és fenyegetéssel, élettelen tanítással elégítik ki. És amikor 12 év után ilyen előkészítéssel a serdülő ifjút hozzánk küldik az egyetemre. Aki igazán gyermek tudott lenni, az régi igazság. Hogy csak az egészséges ember lehet igazán hasznos tagja a társadalomnak, ahhoz kétség nem fér. Mi nem embereket nevelünk, hanem a tudálékossággal megkent féltudósokat, akik a közéletre alkalmatlanok, és a tudományhoz nem értenek. Ilyen az oktatás Magyarországon! Megkérdezném, hogy maradjon így?
És ezek a szavak 1930-ban hangzottak el. 1930-ban. De ugyanúgy sajnos aktuálisak ma is, mert az oktatásban nem történt meg a rendszerváltás. A modern és az elhangzott feltételeknek megfelelő oktatási rendszer működése nem újdonság ma. Finnország, Dánia is példa arra, hogy lehetséges bármilyen országban az oktatást az új idők elvárásainak megfelelően alakítani. Hogy mit tudunk jobban, mi diákok, akiket nem lehet elhallgattatni, és nem lehet megfélemlíteni. Fantasztikusak vagytok! Annak külön örülök, hogy itt a mai nap annyiféle ember gyűlt össze. Egyrészt egy csomó településről jöttünk. Én Szegedről, valaki Szekszárdról, a következő felszólalónk Győrből érkezett, és a következő felszólalónk egyetemista, ugyanis nem csak a közoktatást érinti egy csomó-csomó probléma azok közül, amit elmondunk, hanem a felsőoktatást is. Ugyanis a felsőoktatás például egy jelentős részében a leginkább problémás az esélyegyenlőség terén. Gondolok itt a szakgimnazistákra, gondolok itt a ponthatárokra, gondolok itt a leszakadt településekre. A felsőoktatásban ma nincs esélyegyenlőség. Szóval legyen most a szó a felsőoktatásról. Kérem a színpadra Tóth Daniella hallgató Győrből. Társaim. Srácok, én felháborítónak tartom a felsőoktatás helyzetét. Napokban kaptam a hírt, hogy az egyetem működésével, helyzetével kapcsolatos mindennemű sajtónyilatkozat tétele a rektor és a kancellár közös, előzetes, írásbeli engedélyhez kötött.
a szólásszabadságot, az alanyi jogon kapott szólásszabadságomat korlátozzák. Kérdés jogosan merül fel. Tehát ilyet egy törvényhozó szervezet? Megtagadhatja-e tőled az emberi jogaid? Hát pedig úgy tűnik manapság ez a módi. Nem beszélhetek, mert az kellemetlen neki. Ha jogsértés történt, nem tudok a nyilvánosság ellenőrző igazságtevő szerepéhez fordulni, egyszerűbb eltusolni az ügyet, csöndben, nehogy megsérüljön bárki renoméja. Pedig higgyétek el, van mit elmondani. Térjünk itt ki a fent említett esélyegyenlőségre, ami ugyan van, de csak papíron. 2012-es téli rózsás diákforradalom. Erről szólt, ugye? Hát, el kell, hogy keserítsenek. Nem lett rózsásabb a helyzet. Én 2016-ban felvételiztem. 470 és 306. Nem mondanak ezek a számok semmit. 470 pont kellett az 500-ból. 470 pont kellett az 500-ból ahhoz, hogy az államilag támogatott szakra felvételizhessek, és 306, azaz 28 ponttal több, mint az alap, hogy az önköltségesre bejussak. A szakomon 2 darab diák volt ösztöndíjasom. Több diákot a szülei finanszíroztak, de ugye a legtöbb csak diákhitellel tudott ott ülni velünk. Én is diákhiteles vagyok. 2016 óta 585 ezer forint adósságom van. Normális ez? És még csak a harmadik fél évemet fizetem ki, most kezdődik a negyedik, az még 195 ezer forint. Hurrá nekem! Ki kell fizetnem majd akkor, hogyha befejeztem az egyetemet és munkába állok, vagy születek 3 gyereket és elengedik. Köszi! De ha még ezt a problémát át tudnám kívelni, ott van a röghözkötés elve. A diákokat nem pénzzel, vagy jogszabályokkal kell arra kötelezni, hogy itthon maradjanak, hanem lehetőségekkel. Lehetőségekkel kellene, hogy legyen érdemes Magyarországon karriert építeni és családot alapítani. Beleszámít-e az állami ösztöndíjért vállalt kötelező munkavállalásba, ha a tanulmányaitok mellett dolgoztok? Nem. Nem. Akkor mennyi ideig kell itthon dolgozni, hogy megszerezd a diplomát? Hogyha 6 fél évet jársz, amiben nincsen benne a csúszás, akkor 900 napot. Máshoz nem igen tudnám hasonlítani az egyetemi polgárokat, mint a feudalizmus rendszerében élő jobbágyokhoz. Polgárnak hívnak minket, de jobbágyok vagyunk. Földesurunknak bejelentjük a költözési szándékunkat, lefizetjük a kimenő pénzt és szabadok vagyunk. Szeretném, ha biztosítanának nekünk egy olyan országot, hogy azt mondjam, igen, én szeretném, hogy a gyermekem Magyarországon nőjön fel. A Rubik kocka golyóstól Neumann János, József Attila és Jedlik Ágnos hazájában. Köszönöm szépen, srácok! Iskolarendszerben az egyetemeken még mindig nincs esélyegyenlőség. Pedig legutóbb, emlékeztek, mikor gyűlt össze ilyen sok diák? 2012-ben, amikor a keretszámok miatt tüntettünk, és akkor a hatalom nagy részt meghátrált. Most is megfog! Azért azt hozzá kell tegyem, hogy ma is egy csomó olyan szak van ma Magyarországon, ahol a 2012 ellenére sem van, nincs elég férőhely, és csak egy-két vagy annyi ember se tud bejutni államilag finanszírozott képzésre. Ebben az esetben ott a mérce a pénz lesz.
Na már most ez nem biztosítja a kiugrási lehetőséget a szegény sorsú diákoknak. A diákparlament azt szeretné, hogy az első diploma ingyenes legyen. Csak